Halasi tükör, a városi hetilap. Városi tükör, címlapon az elmúlt hét legfontosabb történései. Még kátyúban megkezdődtek a halasi és környékbeli utak felújításai. Miniszteri exkluzív. Szijjártó Péter szerint jó úton jár a halasi szakképzés. Csonka Pici. Vicces múltidézés a népszerű színésszel. Halasi tükör. Keresse szerdánként a szokott helyen. Az új járási hivatalt 150 millió forintból újították fel az egykori rendőrségi épületet. Elkészültek a parkolók, a halasi katolikus temetőnél 15 megállóhelyet alakítottak ki. Az értünk értetek képviselő jelöltje a fő programpontjait ismertette. A Fidesz-KDNP politikusa megköszönte az eddigi bizalmat és szeretné folytatni a 4 éve megkezdett munkát. A térség készül a vasárnapi választásra. A szavazókörök reggel 6 és este 7 óra között lesznek nyitva. Jó estét kívánok! Önök a Halas Televízió péntek esti hírműsorát látják. 150 millió forintból újították fel a Szilágyáron utcai egykori rendőrségi épületet, ahol a jövőben a Kiskunhalasi járási hivatal nyer majd elhelyezést. Az ünnepélyes avaton elhangzott, hogy jelentős kormányzati segítséget kaptak a megvalósításhoz. Mostantól a dolgozókat és az ügyfeleket is 21. századi körülmények várják. Ünnepélyes szalagátvágással avatták fel a Kiskunhalasi Kormányhivatal felújított épületét. A Szilárdi Áron utcában az egykori rendőrségi létesítményt újították fel, ahol eddig a kormányablak működött. A jelentős fejlesztés komoly kormányzati segítséggel valósulhatott meg, mondta avató beszédében Kovács Ernő kormány megbízott. Ennek az utolsó lépcsőnek, amelyik a legnagyobb volumen, az mintegy 150 millió forint. Központi forrásból sikerült a 90%-át megszereznünk, és mintegy 10% volt, amit saját erőből, Bács-Kiskun megyei pénzből kellett megvalósítanunk. Ez egy nagyon nagy dolog, tehát egy elhanyagolt, egy tönkremenő félben lévő épületet tudtunk megmenteni, és kiköltözünk sokkal jobb körülmények közé. Mind a két épület, tehát nem csak ez, amelyikben most vagyunk, hanem az udvari épület is megújult, oda majd a hatósági tevékenységünk fog átkerülni. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy a 4 esztendő alatt elértük, hogy a végére értünk, és megfelelő körülményeket tudunk minden kollégánknak biztosítani itt Kiskunhalason. Az elmúlt hónapokban komoly munkálatok folytak az épületben, amely mostantól méltó körülményeket jelent az ott dolgozóknak és az ügyfeleknek egyaránt. És hogy mennyire kellett meggyőzni a kormányzatot az új kormányhivatal szükségességéről? Utána ugye ez több lépcsőből ez a fejlesztés megvalósítva, és az első lépcsőben, ugye, amikor a kormányablak átkerült, megépült itt a rendőrség főépületi utcai frontján, utána még hátra lévő részek, amik a járásotanak a dolgozik, hogy elhelyezhesse, azra nem volt forrás, és ennek kellett utána járni, ennek kellett mind Lázár Jánosnál, mind Kovács Zoltánnál nem könyörögni, hanem leegyeztetni, hogy mi van a szükség, és hogy mennyire rossz az, hogyha ennyire széttagolt, pláne a járásot a vezetője, és a vezetőhivatalnokok nincsenek benne az épületben, folyik a nagyon nagy munkavégzés a kormányablakon keresztül. Nem kellett nagyon győzködni őket, de el kell menni a végsőkig, hogy forrásnak, ez egy nagyon nagy fejlesztésre van szó. Talos Bálint hivatalvezető Fülöp Róbert társaságában járta be az új létesítményt. Érdeklődésünkre elmondta, hogy mely osztályok nyertek itt elhelyezést. Egyrészt a hatósági, gyámügyi és igazságügyi osztály, amely átkerül ide 26 fővel, illetve emellett az élelmiszerlánc, biztonsági és állategészségi osztály. Hát ők tulajdonképpen azt mondhatni, hogy járási főorvos úr együtt 5 fővel kerülnek át, leginkább az adminisztráció és az élelmiszerfelügyelők, de hát, mint tudjuk, a hatósági állatorvosok, ők terepen mozognak 3 járás területén, de nyilvánvalóan az ő osztályuk is átkerült ide, és hát ne feledkezzünk el arról a
közigazgatási szervről, illetve annak ügyfélszolgálatáról, amely ugyan nem a Kiskunhalasi járáshivatal része, de mégis fizikailag együtt dolgozunk velük a NAV-nak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a halasi ügyfélszolgálatáról, amely szintén egy felújított épület részben kezdi meg a munkáját. A költözés előkészítése már elkezdődött. A tervek szerint a költözés április második felében fejeződik be, erről pontos tájékoztatást adnak majd a halas média felületein. A megyei önkormányzatnál összegezték a terület és településfejlesztési operatív program, vagyis a TOP keretében futó projekteket. A kiskunhalasi járásra is elkészültek a kimutatások. Ez szerint eddig a járás közel 5,7 milliárd forintnyi támogatásra pályázott sikeresen. Például Halason 500 millió forintból komplex közlekedésfejlesztési intézkedések valósulnak meg. Tompa pedig több mint 260 millió forint támogatást kapott a helyi gazdaság fejlesztésére, iparterület kialakítására. A programok többsége turisztikai, környezetvédelmi, közlekedési, energetikai, szociális, valamint városrehabilitációs, közösségi és infrastruktúrális fejlesztés, de az óvodák és bölcsődék is hangsúlyt kapnak, áll a tájékoztatóban. Elkészültek az új parkolók a halasi katolikus temető bejáratánál. Hevesiné Vince Éva önkormányzati képviselő kezdeményezte a munkálatokat. Az új parkolóknál ma reggel tartottak bejárást. A közel 3,5 millió forintos beruházás során 15 lebetonozott parkolót alakítottak ki, közülük az egyik mozgáskorlátozott parkoló. Saját erős önkormányzati beruházásban készítettünk itt a katolikus temető mellett egy újabb parkolószelvényt, illetve kettőt. Ez 15 főnyi, illetve 15 parkolóval bővíti a meglévő 10-es kapacitást. Én azt gondolom, hogy szükséges volt ez a beruházás, hiszen az ide érkezők rendszeresen feltöltötték a meglévő parkolót, és aztán már csak a zöld területen tudtak parkolni, így most nagyobb létszámban lehet kultúráltabb körülmények között elhelyezni az autókat és látogatni a temetőt. Az ötlet egyébként a körzet képviselőjétől származik. Hevesiné Vince Éva volt az, aki felterjesztette nekünk ezt a javaslatot. Még a tavalyi költségvetésben elkülönítettük erre a forrást, és most a jó idő beálltával tudott megvalósulni a fejlesztés. Vasárnap reggel 6 órakor nyitnak a szavazókörök, mindenki két lapot kap majd, az egyiken az egyéni jelöltek szerepelnek, a másikon a pártok, akik kérték a pártlista helyett a nemzetiségére szavazhatnak. Fontos tudnivaló még, hogy érvényes okmányok kellenek a szavazáshoz. Április 8-án reggel 6 és este 7 óra között választjuk meg az új országgyűlés 199 képviselőjét. A választás egyfordulós, szavazni egyéni jelöltre és országos listára lehet. A Bács megyei 5-ös választókerület is készül az országgyűlési képviselőválasztásra. Itt 23 település, mintegy 70 ezer választópolgára adhatja le a voksát a 94 szavazókörben, és döntheti el, hogy ki legyen a térség országgyűlési képviselője. Halason 30 szavazókör áll majd rendelkezésre, mindenkinek arra a címre kell menni, ami a korábban megküldött értesítőkben áll. A szavazóköröket szombaton délután 4 és 6 óra között fogjuk lezárni az aljegyző asszonnyal, illetve a rendőrséggel karöltve. A szavazó fülkék már kihelyezésre kerültek a szavazókörökbe. Minden szavazókörben két szavazófülkét helyeztünk el. Ezek használata a választópolgárok számára csak lehetőség, de nem kötelező. A szavazáshoz érvényes okmányokra lesz szükség. A választópolgároknak a szavazás alkalmával elsősorban a személyazonosságukat kell igazolni. Erre alkalmas lehet a személyazonosító igazolvány. Ennek az ideiglenes változata az útlevél, illetve a vezetői igazolvány, és mindezek ideiglenes változata. Illetve igazolniuk kell vagy a lakcímüket, vagy a személyazonosító jelüket. Ezt a lakcímkártyával, illetve a régi könyvecske típusú személyazonosító igazolvánnyal tudják majd megtenni, illetve hatósági bizonyítvánnyal a személyazonosító jelüket is tudják igazolni. A választópolgárok két lapot fognak kapni, akkor érvényes a szavazat, ha a körben metszi egymást a két vonal, és egy lapon csak egy ilyen kereszt vagy X van. Az egyiken az egyéni választókerületi jelöltre tudják leadni a szavazatukat. Itt most a mi OEV-kánkban, tehát a választási kerületben 10 jelöltre tudják leadni a szavazatukat, ebből egy-egyre természetesen.
10 jelölt közül tudnak majd választani, illetve pártlistás szavazólapot kapnak majd. Annyi még a tudnivaló, hogy nemzetiségi listára is szavazhatnak azon választópolgárok, akik a nemzetiségi országgyűlési névjegyzékbe kérték a felvételüket a meghatározott határidőn belül. Ők pártlistára nem szavazhatnak, csak egyéni listára, illetve a nemzetiségi listára. Mintegy 600 halasi máshol fog szavazni, vannak, akik az ország más településein, és vannak, akik külföldön. A Városházán a választási iroda vasárnap egész nap rendelkezésre áll, ott lehet jelezni az esetleges problémákat. Kiskunhalasról nagyon sokan jelentkeztek át, így a korábbi időszakhoz képest, most már közel 600 átjelentkezésünk van, tehát sokan szavaznak majd más városokban, és nem a lakóhelyük szerint itt Kiskunhalason. A különleges helyek, amiket már talán említettem, is Shanghai, New York, Abu Dhabi, tehát ilyen helyeken is szavaznak majd a választópolgárok, mindenki fontosnak tartja leadni a szavazatát és élni a választójogával. Mi reggel 5 órától nyitva leszünk itt az Országos Egyéni Választókerületi Irodában. A választópolgárokat arra kérem, hogyha bármilyen szokatlant tapasztalnak, amit úgy ítélnek meg, hogy a jogszabályok sértése valósulhat meg adott cselekmény folytán, akkor ide nyújthatják be hozzánk a kifogásukat. Ezt mi továbbítjuk a választási bizottsághoz, és a választási bizottság fog majd az adott tényállás alapján döntést hozni. Az országgyűlési választáson induló jelöltek még ezekben a napokban is fórumokat, sajtótájékoztatókat tartanak, hogy minél többen megismerhessék a programjaikat. A Halas Média kiadott választási irányelvei szerint számol be ezekről az eseményekről. Az Értünk Értetek jelöltje Tián Pál László a főbb programjaikról tartott tájékoztatót. Az Értünk Értetek programjának egyik fő eleme az önkormányzatiság. Nagyobb hangsúlyt, hatalmat, lehetőséget és pénzkeretet adnának az önkormányzatoknak, de a közlekedés, így a vasút fontosságát is kiemelten kezelik, csak úgy, mint az oktatás ügyét. Én azt gondolom, hogy az Értünk Értetek elindul az egyik vonalon, ami a konstruktív ellenzék vonala. Itt gondolok például a belgrádi vasútvonalra. Nagyon fontos eleme a térségnek, nagyon nagy munkahelyteremtő lehetőség. A munkahelyteremtés, ugye, ha bekapcsolódik ebbe a hálózatba, vagy egy ilyen erős és gyors vasúttal visszakerül Kiskunhalasra, ugye Kiskunhalas egy vasúti központ volt, amit már elég jól elvesztett. Ehhez képest, ha most visszakerül, akkor nyilván ennek lesz infrastruktúrafejlesztő hatása a vasút mellé párhuzamosan. Ehhez jönnek a beruházók, befektetők, akik különböző gyárakat, üzemeket és munkahelyteremtő beruházásokat terveznek és csinálnak. Ezután automatikusan ezzel jön az iskola, iskolák és tanulmányok fejlesztése. Természetesen a választókerület 90 ezer választójából, ugye a legutolsó népesség nyilvántartási adatok szerint bizony aránylag nagyon alacsony, 10% alatti a felsőfokú végzettség száma. Márpedig, hogyha ide magasabb kvalitást igénylő beruházások érkeznek, akkor bizony tanulni is kell, de tanulni is lehet, hiszen akkor lesz pénz arra, hogy iskolákat, főiskolákat és másokat hozunk vissza Kiskunhalasra. Az Értünk Értetek közbiztonsági programmal is rendelkezik. Talán elsőként rendelkezünk erre vonatkozólag is egy pártprogrammal. Egész jó kidolgozott közbiztonsági programunk van. Itt akár azt mondhatnám, hogy a bűnelkövetőknek a rehabilitációja, a visszazárkóztatása a társadalomba, illetve hát nyilván maga az alaptézis az az, hogy a bűncselekmények megelőzése, erre kellene nagyobb energiát fordítanunk. Emellett a homokhátság elsivatagosodása ellen is lépéseket próbálnának tenni támogatási forrásokkal a régi vízelvezető rendszerek nyomdokain. Komoly problémának tartják a munkaerő elvándorlását, amit az életszínvonal emelkedés állíthatna meg. Erre B-stratégiát dolgoztak ki, mondta Tián Pál. A Fidesz-KDNMP országgyűlési képviselőjelöltje Bányai Gábor is sajtótájékoztatót tartott. Többek között megköszönte az eddigi bizalmat és szólt az eredményekről. Bányai Gábor és Halas polgármestere is szeretné, ha folytatódhatna a megkezdett fejlődés.
Sajtótájékoztatóján Bányai Gábor megköszönt a Halas és a térség lakóinak, hogy az elmúlt 4 évben képviselhette őket a parlamentben, és szólt az eredményekről is. Halast korábban 14 előtt az állandó politikai perpatvar jellemezte, ezt szerintem mi jól le tudtuk csillapítani. A város gyakorlatilag a fejlődés útjára lépett, hisz béke van és nyugalom, kiegyezések születtek a város érdekében. Ezen túl pedig számtalan fejlesztés valósult meg az elmúlt esztendőkben, ami szolgálja Kiskolonost, szolgálja a térség minden települését. Utak épültek, a kórház részben megújult. A vasútfejlesztésen hamarosan látható lesz, hogy a 150-es vonalat felújítja a kormányzat együttműködésben egy másik állammal. Ezen túl rengeteg gazdaságfejlesztési program indult el. A városban turisztikai fejlesztések zajlanak. A térség más pontjain vágóidak, egyéb feldolgozó kapacitások jönnek létre, és eddig is 2500 munkahely teremtődött meg a támogatásoknak és a vállalkozónak köszönhetően. Bányai Gábor említette még a közoktatási intézmények felújítását, illetve a kulturális és egészségügyi fejlesztéseket is. Halas polgármestere ehhez annyit fűzött hozzá, szeretné, ha folytatódhatna ez a közösen megkezdett út. Arra buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek el és mondják el a véleményüket az urnáknál most vasárnap. Én azt tudom javasolni egyébként azoknak, akik ezt megteszik, hogy támogassák Bányai Gábor képviselő úr munkáját a következő 4 évre is, hiszen képviselő úrral nagyon jól tudtunk együtt dolgozni itt az elmúlt évek során, és ennek a munkának az eredményeképpen tudott fejlődni ilyen ütemben a város. Nagyon komoly terveink vannak a következő évekre előretekintve is, és én nagyon bízom benne, hogy képviselő úrral közösen fogjuk tudni megvalósítani ezeket a projekteket is. Bányai Gábor úgy látja, jó úton jár a térség, kilábalt a válságból, nyugalom van, és még sok lehetőség, fejlődés áll előtte. Szerintem arról kell dönteni Halason is, és a 22 településünk, persze az ország többi településen a választónak, hogy kell-e a nyugalom, kell-e a biztos lábakon álló gazdaság, kell-e a jó költségvetési helyzet, nem akarunk ugye újra eladósodni, nem akarunk ugye újra devizadósságba sodródni, és nem akarjuk, hogy az ország újra mindenfajta veszekedésnek, mindenfajta lecsúsztás legyen szemtanúja. Magyarán mi nem a káoszt, az ellenfénk a káoszt ígérik, mi a békés építést és a haladást, a fejlődést, a gazdaság erősödését, új munkahelyeket, és reményem szerint a külföldön dolgozó fiatal és idősebb honfitársak hazahozatalába leszünk mi partnerek. A Halas Televízió szerkesztősége már javában készül a vasárnap esti rendkívüli választási műsorra. Vasárnap este 8 órától várjuk Önöket a képernyők elé. Élőadásunkban beszámolunk a választás napjának eseményeiről, ellátogatunk a szavazókörökbe és a választási irodára, de arról is beszámolunk, hogyan szavaztak külföldön a halasiak, illetve milyen érzéssel adták le voksukat az első alkalommal szavazó fiatalok. Műsorunkban folyamatosan mutatjuk a beérkező adatokat, beszélgetünk a jelöltekkel, és a nap végére adásunkból megtudhatják, hogy ki lesz majd a térség 23 településének országgyűlési képviselője. A 25 esztendős gólyafészek óvoda házigazdája a Református Óvodák Kárpát-medencei szakmai találkozójának pénteken és szombaton. A szervezésben a Református Pedagógiai Intézet segítette a Halas intézményt. Az ünnepélyes megnyitó és a tanácskozás helyszíne a Református Imaház, ahová 76 óvodából több mint 320 vendég érkezett. Édes Árpád lelkész szolgálata után Fülöp Róbert polgármester és levezető elnök Szabadi Edit köszöntötte a vendégeket. A megnyitót a Gólyafészek óvoda gyermekműsora színesítette. A konferenciáról jövő héten számolunk be részletesen. És most röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. Átadták az újjárási hivatalt, 150 millió forintból újították fel az egykori rendőrségi épületet. Elkészültek a parkolók, a Halasi Katolikus temetőnél 15 megálló helyet alakítottak ki. Az Értünk Értetek képviselő jelöltje a fő programpontjait ismertette. A Fidesz-KDNP politikusa megköszönte az eddigi bizalmat, és szeretné folytatni a 4 éve megkezdett munkát. A térség készül a vasárnapi választásra. A szavazókörök reggel 6 és este 7 óra között lesznek nyitva. A folytatásban elmondjuk, milyen idő várható az elkövetkező 24 órára. A napi mozaikban a Hatvani Zoltán emlékére rendezett szabalóversenyről mutatunk felvételeket. Szép hétvégét kívánok, és ne feledjék, vasárnap este 8 órától választási műsorral várjuk Önöket, de internetes hírportálunkon halasmedia.hu-n is folyamatosan találnak majd híreket és beszámolókat. Viszontlátásra!